car came from behind me. Az autó hátulról nagyon erősen jött belém. Azonnal éreztem, hogy beállt a nyakam és a jobb karom. A különböző kezelések és masszírozások sem enyhítették a fájdalmat, a nyaki merevséget és a bizsergést a karomban. Semmit sem tudtam a vállam fölé emelni. Nem enyhítette semmi a fájdalmat a nyakamban, a lapockám környékén és a karomban. Évek óta tartott már, amikor egyszer a 700-as klubot néztem, és ott imádkoztak az emberekért. Amikor Gordon a problémámmal kapcsolatban imádkozott, az Úr meglátogatott. Van valaki, aki éppen a nyakán tartja a jobb kezét. Komoly sérülést szenvedett, és nehezen tudja mozgatni a nyakát. Emiatt visszatérő fej és váll fájdalmai vannak. Isten most megszabadítja önt. Kezdje el csinálni, amit eddig nem tudott. Álljon fel, és mozgassa meg a vállait. Álljon fel, és mozgassa meg. Higgyen benne. Ledöbbentem. Olyan volt, mintha vízzel leöntöttek volna. Nagyon örültem. Elkezdtem a nyakamat fel, le, jobbra-balra mozgatni. Mindenfélét kipróbáltam, és le voltam nyűgözve. Annyira nagy megtiszteltetést éreztem, és hatalmas alázatot, mert Isten megérintett. Megérintett engem. Soha nem gondoltam, hogy így fog megtörténni. Most, hogy meggyógyultam, már el tudom végezni a röntgenvizsgálatokat. Fel tudom emelni a kezemet minden gond nélkül. Probléma nélkül tudom mozgatni a nyakamat. Olyan dolgokat is meg tudok csinálni, amelyeket korábban nem. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, mert az, amit az orvosok nem tudtak megtenni, Isten megtette értem, ingyen. Dicsérem ezért őt.